És hogy gyere, 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 gyere. Színpadi kellékek közül a Pécsi Nemzeti Színház színpadáról jelentkezünk, ahol Frank Adél divattervező és Vince Balázs a Pécsi Balett igazgatója modelleket válogat. Van a modell, a kifutón ezt kell eljátszani, és majd a balett igazgató megmondja, hogy mit szeretne ő még látni, mert neki nagyon jó instrukciói vannak. De... Különben ez a modellválogatás ez nem csak annak nehéz, aki eljön, hanem számunkra is nagyon nehéz, mert megkérjük a modellt például, hogy menjen, sétáljon egy kicsit, egy 10 métert, és nekem abból minél gyorsabban le kell szűrnöm azt, hogy milyen egyéniség, mi az, ami hiányzik belőle, mi az, amiben segíteni kell. Mire kell most ennyi lány egyszerre? Nagyon sok modellem abba hagyta a modellkedést, és nagyon kevés modellem volt az utóbbi időben. Folyamatosan Budapestről kellett importálnom a modelleket, illetve vagy művészek jöttek föl, balettáncosok, színművészek, vagy más módon kellett megoldanunk, és úgy döntöttem, hogy szeretnék modelleket, új modelleket felfedezni, és a divat bemutatókra, utazásokra őket hívni, és hát örömmel tapasztaltam, hogy vannak új modellek, és van miből választani. Nekik a bemutatód? Hát az elején még voltak bizonyos fennakadások, de utána segítettek, és talán már tetszett nekik, azt láttam. Mennyire jön át a személyiséget szerinted? Hát, hogyha a kamera elé körülök, akkor teljesen megváltozok. Tehát akkor egy olyan arcom jön elő, ami amúgy az ilyen szürke hétköznapokban nem. Szóval lehetjük úgy, én a kamera előtt kelek életre. 178 pont jó. És még ősz? Remélem nem, mert nekem ez már itt bőven elég 17 évesen. Persze, hogy nem vagy még jó. Még nem vagy kész hozzánk, de egy pár év, és akkor jelentkezel, ígérd meg, jó? Ja. Azt mondták, hogy nagyon vékony vagyok, és hogy nagyon szépen megyek, de még nem vagyok elég idős. Még nagyon fiatal vagy, és azt mondták, hogy gyere vissza egy pár év múlva. Igen. És hogy gondolod, vissza vissza egy pár év múlva? Hát szerintem igen, megpróbálok. Celeburdi vagy, de most egy kicsit koncentrál, jó? Igen. Még egy kicsit remekszik, most az előbb voltál színpadon, hogy zajlott a szereplés? Hát én nagyon élveztem, csak mivel nincsen gyakorlatom, ezért gyárt ezen még kéne csiszolni, de most még mindig nagyon ideges vagyok. És jó érzés volt? Olyan vegyes, igen. És hogyha nem a modell szakma esetleg, ami a karriered lesz, akkor mivel foglalkoznál legszívesebben? Hát jelenleg tévézem. Akkor a kamera másik oldalán fogsz igen. Inkább karriert csinálni? Igen, riportelked, de szeretnék. Király volt. Dögösen. Tök egyszerű. Nehezebb modellaspiránsokkal dolgozni, mint táncosokkal, vagy táncos növendékekkel akár? Hát más. De hogyha a kérdésedre a válasz az, hogy igen, nehezebb. Itt egy másfajta nyelvezet kell, hétköznapi dolgokból kell meríteni, olyan filmekből olyan képeket, olyan látványokat kell előhozni, amit ő is látott, amit ő is ismer. Jobban egy kicsit arra, azaz is fordulsz. Lassan! Decit, és átnyomod vissza. Külföldi modellválogatásaim hasonlóan zajlottak le, csak ott kevesebb lányt hívtam be, tehát a londoni bemutatomra gondolok. Most nagyon nehéz dolgom volt, mert nagyon sok szép lány jelentkezett. Voltak-e olyan lányok a mai alkalommal, akik akár a jövő héten kifutóra léphetnének? Több olyan lány volt.